Csak nem három hetes szünet után játszik újra bajnoki mérkőzést a PVSK Veolia felnőtt férfi kosárlabda csapata. Az oroszlány együttesét fogadják Andriát Csirics tanítványai pénteken a Lauberben. Abszolút azt gondolom, hogy pozitív hatása volt. A szünet előtt sikerült a negatív szériánkat Zete elleni győzelemmel, hogy úgymond tényleg egy jó útra terelni. Most hétvégén az oroszlány elleni mérkőzés következik, remek csapatukkal, remek szurkolókkal. Legutóbb decemberben találkozott egymással a két együttes. Akkor szoros mérkőzésen 73-61 arányban maradtak alul a pécsiek oroszlányban. Így garantált, hogy kemény mérkőzés vár a fiúkra, melyen már Donovan Donaldson is segítségére lesz Andrea Csirics gárdájának, akit Michael Bryson távozása miatt igazolt a PVSK. Azt gondolom, hogy jó sikerült ez a szünetbeli felkészülésünk, két új játékosunkat sikerült úgymond beépíteni, és tényleg pozitívan várjuk a hétvégi mérkőzést, szeretnénk újabb győzelmet szerezni hazai pályán. A mérkőzés március 11-én este 6 órakor kezdődik a pécsi Lauberdezső városi sportcsarnokban. Ekkor már a napokban eltörölt járványügyi korlátozásoknak köszönhetően minden szurkoló számára adott lesz annak a lehetősége, hogy ismét a helyszínen támogassa a csapatot.